Kívánok, sziasztok! Azt nézem, hogy elindul-e az élő adás. Oké, elindult. Na, hát ilyenkor megszoktátok már, remélem, ki bennünket követ, hogy csütörtökönként Miklóssal jövök hozzátok, és most meglepetésként hoztam hozzátok két olyan vendéget, én mondhatnám az is, hogy családtagot, esetleg bólogassatok, hogy így érzitek, akik elhitték nekünk ezt az őrületet, hogy tényleg lehet a pandémia idején is, meg egyébként is online, 100% szinte online dolgozni, végezni azt a munkát, inkább most mondom, hogy életformát, ami megadja azt a dolgot, amiért egy egész életet dolgoznak emberek, és nem érik el. Mi meg ilyen gusztustalanok vagyunk egy picit néha, mert van, aki 90 nap alatt, van, aki egy év alatt eléri a totális szabadságot. Ugye nagyon érdekes, mert ugye hóvége van nálunk mindig 10-én, és általában ilyenkor szoktunk számadást nézni, hogy mit értünk el az elmúlt hónapban, az elmúlt 90 napban, és büszkén mondom, hogy itt hárman már kvalifikáltunk itt a mexikói nyaralásra, egész jó kis csekkek alakultak ki ebbe a hónapba, ezeket is meg szoktuk osztani egymással. És a lényeg az, hogy azért csináljuk most ezt a videót csütörtök révén, mert minden csütörtökön össze szoktunk jönni este, 20 órakor, és megosztjuk egymással a tapasztalatokat. És azért mondom, mert lehetőség nyílik arra, hogy betekintést tegyen akárki, idegen is, így mond, egy olyan világba, egy belső világba, ami nem arról szól, hogy mit mondanak a hírek, mit mondanak a különböző hírcsatornákon, rossz vagy jó hírek. Egyszerűen kialakítottuk a saját világunkat, mi nem megyünk tüntetni, mi nem szidunk senkit, semmilyen pártnak a tagja nem vagyunk. Inkább mindenkit támogatunk, akik ilyen gondolkodásban vannak. Nem egy megosztó személyiségek vagyunk, egyszerűen csak arról szól a dolog, hogy kezünkbe vettük a saját életünket, és hát csináljuk. És persze van, amikor kicsit vannak hullámvölgyek, mint mindenhol, aztán vannak hullámhegyek is. Nálunk egyre több hullámhegy van, mert rájöttünk arra, hogy a kupákat, magyarul a krízis helyzeteket föl lehet használni dobbantónak, ugródeszkának. És mi erről beszélgetünk minden csütörtökön. De hogy egy kicsit egy kedvet kapjatok, hogy tényleg működik-e, hogy mindig csak az a két piros ruhás ember így beszél hozzátok, hogy hát lehet, hogy majd ez működik, hát most megmutatjuk így négyen, hogy tényleg létezik ez a való világnak nevezett kis picike szigetünk, ami már egyre nagyobb, nem sokan vagyunk, olyan 65 ezeren már, de az elég jó. És hogy működik ez. Akkor csapjunk bele a lecsóba, de mielőtt még átadnám a szót itt Miklós barátom, köszönjük te is a kedves közönséget, és nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és hogyha lehet, akkor osszátok meg ezt a videót, higgyétek el, jó fog járni, aki meghallja ezeket az infokat. Tiéd a szó, Miklós barátom. Szuper, sziasztok, szép napot, jó reggelt mindenkinek, és nagyon-nagyon örülök, nem csak azért, mert gyönyörű napsütés van, hanem most már nem kette, hanem négyen vagyunk itt ma a csütörtök reggel. Ugye csütörtök a Jupiternek a napja, ami azt jelenti, hogy a nagy szerencse bolygója, tehát minden egyes körülmény támogatja azt, hogy egy csodát hozunk ki, egy megoldást keresünk és találjunk ma, nem csak magunknak, hanem minden kedves érdeklődőnek, nézőnek, aki ezt a videót most élőben nézi, ez a beszélgetés, vagy pedig ha megosszátok, akkor a későbbiekben felvételről tudja nézni. Willy említette ezt a szabad élet stílust. Igen, egyre többen éljük, és tegnap a saját videómban elmondtam, hogy mi senkit nem szeretnénk erre kényszeríteni, nem is erővel próbáljuk megmutatni a utat, viszont tudomásul kell venni azt, hogy aki nem halad a korral, az lemarad. És a 21. században, ha valaki lemarad, akkor annak nagyon kemény anyagi, nagyon kemény akár egészségügyi, és nagyon kemény boldogtalansági jelei lesznek. Na most azért, hogy ezt minél kevesebben tapasztaljátok meg itt a köreinkben, ezért vagyunk mi, hiszen megtaláltunk egy megoldást, és erről a megoldásról beszélünk már ma reggel is, és ezt fogjuk folytatni ma este, majd 8 órától, úgyhogy szeretettel üdvözöllek benneteket, és akkor hajrá, folytassuk a mai napot. Köszönöm.
Köszi szépen, Miklós! Rögtön bele is válunk a dolgokba. Van itt közöttünk egy fiatal hölgy, mindjárt elárulja a korát, ha lehet. Igazán én úgy szoktam, hogy kortalan, mert amikor én megismertem, olyan sztorival rendelkezett, hogy én ennek hatására azt mondtam, hogy én is meg fogom ezt csinálni, amit ő. Ő hamarabb kezdte ezt az egészet, mint mi, csak ő offline dolgozott az ő kis saját tempójában, de volt egy olyan sztoria, ami hát szem nem maradt szárazon, hogyha ezt valaki hallja. Többször csináltunk már Marikával a riportot. Ez nem más volt ez a sztori, mint a retteget vastagbélrák, ami hát nagyon pusztítja a magyar népet, meg szerte a világon sok embert. És Marika az egyik olyan, aki ezt túlélte. Nem, hogy túlélte, de a korát meghazudtaló fiatalsággal olyan dolgokat csinál nap, mint nap, hogy mit tudom én, 20 kilométer biciklizik, valamikor elrontja, akkor csak 10-et sikerül, kertészkedik, otthon csinálja a dolgát, nagyon jó párkapcsolatban él, nagyon jó a gyerekekkel való kapcsolata, nagyon jó a pénzzel való kapcsolata, és hát büszkén mondom, hogy ő most kvalifikált nálunk egy mexikói utazásra, és egy egyszerű embert képzeltek el, egy olyan embert, aki ugyanolyan ember, mint ti vagytok, vagy mi vagyunk, tehát nem ilyen celebről van szó, meg nem ilyen, nem tudom milyen képességekkel megáldott ember, hogy csak ő érheti el a sikert, hanem egy egyszerű szolnoki kis hölgy, aki azt mondta, hogy az ő betegségéből nem a halál fele vezető utat nézi, hanem hogy hogy lehet ebből kijönni, és ugródeszkának használta föl. Tehát hihetetlen. De hogy ne én mondjam ezt a sztorit, igaz-e, Marika, hogy kijöttél ebből a korból, és a kor az nem a kor lett. Úgyhogy adom a szót, Marika. Hát, sziasztok! Szép! Ó, bocsánat! Bocsánat, mindig semmi akkor csörög, amikor nem kell. Na, hát én Szolnokról Hajnal Lászlóné Marika vagyok, és én véletlenül csöppentem ide az online világba. Telefont nem tudtam bekapcsolni, hagyományos nyomósgombos telefonom volt, hát egy pár évvel ezelőtt unokáim segítettek. Még a mai napig is ők segítenek, mondja a kisunokám, aki ugye most már igaz, hogy 9 éves, mama, hát csináljak neked mappát, gyere, csinálok. Azt se tudom, mi az a mappa, és csináljak neked mappát. Hát mondom, jó van, majd csináljál, hogyha, de akkor fogom tudni, hogy melyik az én mappám. Ilyenek jártak a fejembe, de meg akartam tanulni, meg akarom tanulni, haladni szeretnék a korral, ugyanúgy, mint amikor 2016-ban szinte nem tudom száraz szemmel elmondani, amikor közölték velem, hogy mi a probléma. És azt is, hogy 3 hónap az életem. És akkor minden a fejemben volt, hogy mit fogok csinálni ez a 3 hónap alatt, gyerekeimet hogy rendezem el. Bocsánat. És de felálltam, mert az én férjem 17 évig volt szinte ágyba fekvő beteg, 2 gyerekem tudta, együtt ápoltuk, és tudták, hogy mi az. És én azt mondtam, hogy nem hagyok ilyen örökséget a gyerekeimre, hogy engemet is ápoljanak, hogy egyáltalán én a terhükre legyek. Én felállok, és megmutatom, hogy élni fogok köztük, és erősen, nem pedig ágyba fekvő betegként. És nagyon nehéz volt az az időszak azt kibírni, hogy nem mondtam senkinek, gyerekeimnek se, nem tudta senki. Csak látták, hogy nem nincs jó kedvem, nem vagyok olyan pozitív, vidám, mint előtte, és akkor az nagyon rossz volt az a helyzet, abból kilábalni, és kerestem, kutattam, az a krízis helyzet, azt nem kívánom senkinek. Néztem a tévében, hogy miért pont én, amikor normális egészségesen élek,
sportolok, tanultam, igaz, nem annyira sportoltam, a vízivásna. Az, ahogy visszaemlékszem, vizet azt reggel elmentem dolgozni, este hazajövök, hú, hát én még ma nem is ittam vizet. És utólag már most, hogy tudom, hogy mi az az egészség, hogy kell étkezni, most már tudom, hogy a vízivás nélkül nem lehet meglenni, hiszen látjuk a szobanövényeket, vagy látjuk kint a kertben a növényeket, ha nem locsoljuk, minden tönkre megy. Tehát a szervezetünk is pont úgy van. Most nekem az unokáim nem akarják inni a vizet, és én azt találtam ki, hogy van nekik ilyen kis tábla, minden nap húzzanak, ahány pohár vizet megisznak, tiszta vizet, tisztítóztat, húzzanak egy vonalat, és én annyiszor 20 forintot adok nekik, ahány vonalat meg lehúznak. Ha 100 lesz egy hónapban, akkor annyiszor. Tehát ezt, hogy legyen egy kis ösztönzés, hogy igen, én nem üdítőt iszok, amiért még esetleg pénzt kell adni, és káros a szervezetemre, hanem tisztított vizet. És ezt olyan szépen megszokták, nagyon-nagyon örülök neki. Na és visszatérve a betegségemre, katasztrófa az a helyzet, és az a gondolatba, hogy mi a kiút, mit is kell nekem csinálni ahhoz, hogy én felálljak, és visszafordítsam azt a betegségi állapotot, amiben benne vagyok. És akkor már ismertem egy olyan lehetőséget, hogy talán ez helyre jön, ez kihoz, és jobban beleástam magam, és kerestem, kutattam, és találkoztam olyan emberekkel, akik már ebből felálltak, vagy más hasonló helyzetből, és akkor én elkezdtem azt a programszerű dolgot csinálni. Nem teljes mélységében nem mentem bele, mert akkor a saját betegsége fontosabb. Én legalábbis úgy voltam fontosabb, hogy odafigyeljek, és környezetemben nem vettem tudomást arról, hogy mi van, csak az, hogy ne tudják meg. Ez a legrosszabb, ezt senki se csinálja, mert tudni kell igenis a környezetünknek róla, hogy mi van veled, hogy tudjanak esetleg segíteni, aki akar, aki tud segíteni. De én magamat húztam ki a hajamnál fogva abból a nagy krízis helyzetből, amiben benne voltam. Jártam orvostól orvosra, és amikor találkoztam egy professzorral, akivel személyesen én is beszélgettem, és elmondta, hogy mi a helyzet, ne csüggedjek, ne aggódjak, a félelem a legrosszabb ebben az esetben is, és én akkor elkezdtem a programot, és amikor megműtöttek, utána nagyon-nagyon gyorsan felépültem, nagyon gyorsan helyre jöttem, és egyre jobb volt. Kiírtak 12 kemoterápiát, ami a legrettegebb dolog, ugye mérget adnak az emberi szervezetbe, és én azt is vidáman, boldogan, mert mondhatom azt, hogy boldogan végigvittem, semmi bajom nem volt, megkaptam. Ez a 12 kemó, az viszont elég 6 hónapig folyamatosan kórházat járni, és az volt akkor a legrosszabb, azokat a betegeket ott látni, akik ott szenvedtek. Az őrület volt, az szinte emberi íz nem tudja felfogni, míg nincs ott benne, nem látja, nincs köztük. Azt kibírni, látni is nehéz, nem azok, mint akik azok a betegek, azok ők átélték. Ez volt a legrosszabb. Én nagyon boldog vagyok, hogy ezzel a dologgal találkoztam, mert akartam, és ugye aki akarja, a bevonza. Én elküldtem az univerzumnak, hogy én meg fogok gyógyulni, és mindent megteszek érte. Mondja a környezetem, hogy hát ezt próbáld ki, azt próbáld ki, vagy ez nem jó, az nem jó. Én
ami jó volt, vagyis gondoltam, mert ugye előre nem tudja az ember, hogy mi a jó, amit gondoltam, azt mindent kipróbáltam. És ez bejött nekem. És annyira meggyógyultam, pont tegnap voltam ellenőrzésen, ugye fél évenként járni kell, tökéletesen egészséges vagyok. Tökéletesen a doktornő, és hát ugye ő már látja, hogy persze, hogy egészséges vagyok, úgyhogy ő is a program részese. Először úgy volt, hogy nem. Hát ugye amikor az ember bemegy egy kezelésre, elmondják, hogy semmit nem lehet csinálni, csak azt, amit ők adnak. És csak azt a gyógyszereket kell szedni, amit ők adnak. Én azt is magamba zártam, amit én más tettem, mert hát az én egészségemről van szó, én akarok felépülni, gondoltam magamba, és én mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis felépüljek. Volt olyan beteg rengeteg, akkor akik műtöttek velem együtt, sokan nem élnek már. Vagy aki még életben is van, visszajár állandóan kemóra, ugye mennek ők is fél éventénként ellenőrzésre, és akkor újabb kemó. Na, azt én nem, azt sem akartam, és most már engem teljesen gyógyultnak nyilvánítottak, mert 5 éve elmúlt, július 22-én, hogy műtöttek, és ugye általában 5 év ez a rákbetegségnek a krízise, hogy 5 év alatt gyógyult. Úgyhogy én azt mondom, hogy 40 éves koromban nem voltam ilyen egészséges, mint most, de hozzá kell tennem, egészségesebben élek, iszom a vizet, még akkor is, hogyha nem vagyok szomjas, mert ugye hát a vizet legalább egy pohár vizet óránként meg kell inni, és sportolok, kemény vagyok magamhoz, most már keményebb, mert tudom, hogy mi a helyzet, hogyha egy kicsit az ember elustul, hogy akkor mi következhet, és én nem szeretnék oda visszakerülni, nem is fogok, egyértelmű, mert olyan erős lett így a szervezetem, hogy kidúrja, tehát az immunrendszerem annyira erős, hogy bármi probléma van, hogyha például gyorsabban, hidegebbet szedek biciklin, megfájdul a torkom, akkor azonnal emelem az adagot, azt, amit ugye szoktam, és már is visszafordítódik az a betegség, az a gyulladás, ami éppen a szervezetbe be akar következni. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, főleg az, hogy online is dolgozhatok, most már én offline dolgoztam, mert amikor... Várj egy picit, Marika. Köszönöm, hogy ez a sztori része, sikerült ugye kilábalnod ebből a úgymond krízis helyzetből, de ugye maga a programunk része nem csak arról szól, hogy ugye egészség, hanem ott a jólét része, és én az egészséget inkább átfordítanám egyensúlyba. Ez jobb, nem? Ez a kifejező egyensúly. Mert az azt jelenti, hogy sokan azt hiszik, hogy az egészség az megvan, akkor már az úgy meg is marad. Hát nem, az olyan, mint amikor zsonglőrködnek a zsonglőrök, és akkor az mindig kicsit pörgetni kell a tányért, hogy nehogy leessen. Na most a tányérpörgetés nálunk úgy történik, hogy ha már sikerült a titkot megtudni, akkor ezt nem zárjuk magunkba, hanem ugye elmondjuk egy embertársainak, és megmutatjuk azt az utat, amit, hogyha ők is követnek, nagy esélye van, hogy ugyanaz az egyensúly állapot be fog következni. Na most ide jön az a fajta dolog, amit mi csinálunk, ugye egy online kezdtünk el megmutatni embereknek munkamódszereket, és ugye az elején mondtam, hogy Marika nem egy nagy internet gurú volt, hanem hogyan találkoztál ugye a úgynevezett Gajdos Tanyán ezzel az egész történettel. Innen folytassuk már, Marika, mert ez egy érdekes sztori. Adom a szót. Hát kérlek szépen, ugye, mivel én testvérvonal vagyok nektek, nézegettem a netet. Hát Gajdos Zoli, ha lehet mondani, barátomnak tekinthetem, ugye csoporttársunk. Sokat hallgattam fent az irodába. És ugye meghirdettétek azt, hogy mehetünk egy hosszú hétvégére a Gajdos Tanyára, és
És olyan, egy kicsit olyan félve megkérdeztem, hogy mehetünk mi is? És Zoli azt mondta, hogy persze, hát hogy ne jöhetnétek, és nagy örömmel lementem a két emberrel, és ott tanálkoztam veletek végül is, Attilával, hát ugye Miklóssal, meg Vilivel már fent a szeminárium, sőt, hol találkoztunk először? Porecsbe veletek, és ott a tanyán. És ahogy beszéltünk, mert Vili bemutattad Attillát, még most se tudom kimondani a vezeték nevét, mindegy, nekem Attila, és mondtad, hogy ő egy tanult ember, doktor, és mondom, ő is köztünk van, igaz, hogy van sok orvos köztünk, de ilyen hogy a doktor, és akkor én hozzám lealacsonyodik, mint egy lehet mondani, hogy öreg asszonyhoz, ha bár nem érzem magam öreg asszonynak, lealacsonyodik, és azt mondja, hogy Marika, fogjunk össze, legyen egy nagy csapat, legyen Magyarországon egy nagy olyan csapat, aki valóban hirdeti az egyensúlyt, és hirdeti azt, hogy jöjjenek közénk, legyünk egészségesek, legyünk vidámak, legyünk boldogak. És mondtam is a csapattársaimnak, Hencikének is, hogy Hencike, képzeld el, hogy mit mondott Attila nekem. Hát ez nagyon nagy érdem, én érzem, hogy ez nagy érdem, és Hencike is azt mondja, jó van, hát akkor fogjunk össze, és csináljuk. Úgyhogy ezt én ennek nagyon-nagyon örülök, és valóban fogjunk össze. Én is azt mondom, hogy fogjunk össze. Én nem ismertem a netet, nem voltam úgy benne, mint ti. Sőt, mondom a lányomnak, hogy képzeld el a lányomnak, hogy Attila mit mondott az, aki egy orvos, hogy szeretné, hogyha az édesanyja is ilyen lenne, mint én vagyok. Hát akkor csak vagyok valaki, és ez is nagyon-nagyon jól esett nekem. És a lányom csak nézett, hogy valóban ezt szeretnéd, hát azért valóban kevés ilyen van. Elárulom, mert ugye 70 éves korig titkolják az nők az életkorukat. Én magamról tudom, 71 éves vagyok, és most már nem titkolom, mert ennyi vagyok, és nem érzem magam ennyinek. Nem érzem magam betegnek, nem érzem magam fáradtnak, nem érzem magam elesettnek. Teljesen jól vagyok, és nekem, amikor ugye bejött a Covid tavaly március 15-én, utána, hogy nyár közepén, mert ugye elvótunk magunknak, az utcán mentünk, ugye állarcba, úgymond, és nem ismertem meg a közvetlen kolléganőmet, mert hát be van takarva szinte a szeme, személyig utána a szemüveg, és a közvetlen kolléganőmet nem ismertem meg, persze, hogy nem tudtunk beszélgetni. És az egyik üzlettársam, a Cecei Gyuri, azt mondja egyszer nekem, te Murika, nézd már meg, hogy ez a Vili mit csinál itt a neten. Hát Vili is csapattársunk, úgymond. Hát mondom, Gyuri, hát én nem tudom be se kapcsolni, hova menjek, hogy meghallgassam. És akkor azt mondja, hát Marika, megtanítalak én, ő közvetlen vonalam, megtanítalak. És akkor eljött hozzám, és akkor mutogatta, tanítgatta, hát nagyon nehezen sikerült. De végül most már azért be tudom kapcsolni, és akkor elkezdtük hallgatni. Én is azt mondja, Gyuri, hogy hát ő végighallgatott már nem tudom hányat, és kijegyzetelte, és ő is szeretné követni, és kövessük együtt. És akkor mondtam neki, hogy jó, kapcsolódjunk rá, ha ez a kiút, ha ez rendeltetik, mert ugye a világon itt van ez a nagy Covid, akkor csináljuk. Ne hagyjuk abban, mert amikor én beteg lettem, és azt mondtam, ha én ettől meggyógyulok, helyre jövök, akkor kőkövön nem marad, mindenkinek fogom mondani. És mondjuk, hogy tudják mások is, mert hogyha esetleg valami probléma van, akkor én tiszta vagyok, mert én elmondtam. Tehát kutya kötelességünk mondani mindenkinek, hogy mi van a kezünkben, hogy tudjanak róla, azért, mert akkor hát van olyan, aki azt mondja, hogy én is
fel akarok állni. Én is egyensúlyba szeretném a szervezetemet hozni, de ha nem tudja, ha nem mondjuk, akkor csak keresgél, és nem igazán jut el hozzá. És én ezt hirdetem azóta is, ugye most meg már, hogy 100%-osan meggyógyultam, most már még jobban fogom még jobban mindenkinek mondani, nem érdekel, hogy ki mit mond. Nekem a lelkiismeretem tiszta lesz, mert... Marika, még annyit mondj már nekünk, hogy látjátok, ez a programnak az ereje, hogy tényleg az ember nem lehet lelőni, amikor valaki jó érzi magát, akkor az nem lehet eltitkolni. Igen, ám, de itt volt egy olyan akadály, hogy ugye nem lehetett kimenni az emberek közé, ez a maszkos történet miatt, és hogy szó szerint bezártak bennünket a szobába, és itt jött az életedbe ugye az online. Ugye sokan mondták, hogy á, Marika, ez hülyeség, a Viliék biztos össze-vissza beszélnek, meg majd be fognak csapni, meg babla, tudod, mentek ezek a szövegek, és lett-e eredménye, hogy egyáltalán azt a programot, a mentor programot végigcsináltad velünk, vagy nem lett semmi, vagy hogy lett? Tehát én nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy Gyurira is hallgattam, mert ugye még akkor Miklós is mondta fent a szemináriumon, hogy ő számítógép programozó, csak hallgattam, hát akkor te is egy gurú vagy, gondoltam magamban, de én ezt nem tudtam elképzelni. Azért régen még telefon se volt. Itt lakok 200 méterre a postától, de még vezetékes telefonom se volt. Utána bejött a mobiltelefon, aztán tehát nem volt lehetőségem, hogy én ezt tanuljam, meg nem is érdekelt. De amikor ugye Gyuri mondta, hogy nézzünk bele, hát persze, hogyha másképp nem tudunk dolgozni, mert előtte ugye offline mondtam mindenkinek az utcának, holva mentem, de utólag már nem lehetett mondani, mert ugye maszkba volt, meg se állt az ember, meg ugye másfél méter távolság, nem lehet kiabálni, nem is hallja egymás szavát az ember. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor csatlakozzunk, csináljuk. Én nem vagyok ilyen profi, de körbeveszem magamat olyan emberekkel, akik profi, akik jó tudják a gépet. Henc Józsefné, Marika, Hencikének hívjuk, ő megcsinálta a csoportot, vagy milyen szobát, a szobát, igaz, jól mondom, megcsinálta a szobát, és akkor elkezdtünk csinálni, elkezdtünk dolgozni. Ide meghívtuk az arra érdemes embereket, láttuk benne a potenciát, meghívtuk, hallgassa meg. Először csak hárman voltunk, olyan érdekes, hárman voltunk, Hencike, Hontiné Évike, meg én, meg Cecei is becsatlakozott néha, de ő dolgozott még akkor, és akkor lassacskán mindig lettünk többen, és így kapcsolódott hozzánk Londonból, Prágából, Debrecenből, Pestről, mit tudom én, mindenhonnan csatlakoztak hozzánk emberek, és csak hallgattak először, meghallgatták, hogy mi mit beszélgetünk, mert itt csak tehát igazi barátokra találunk, igazi barátok klubja néven fut ez a szoba, és itt valóban igazi barátok vannak. Itt találkoztunk a Schwarz Ildikóval, aki előtte engem felhívott, hogy mi is ez a dolog, tehát szeretne ő is ezzel tevékenykedni. A Elek Ildikóval, Londonból itt tudunk beszélni nap, mint nap, mert különben nem tudnánk egymásnak átadni a tapasztalatokat. Szinte családi barát vagyunk az igazi barátok klubjába, és így haladok én is. Tehát oda kell figyelni, oda kell tenni magunkat, azért számítani, tehát na mindenre. Mindenkire, mindenki egy egyéniség, és mindenkire így külön-külön oda tudunk figyelni. Minden este van szórakozási lehetőségünk, azóta nincs tévé, mióta ezt csinálom, mert jobban szeretek veletek beszélgetni, vagy titeket hallgatni, vagy egyáltalán keddesténként van az igazi barátok klubja. Most már 13-an kezdtük, 14-en vagyunk.
és ez mindenki úgymond tevékenykedik. Mindenki. Megállítalak egy picit, Marika, csak ugye hallottunk most számokat. Ugye nem 1000, meg 2000, meg 10 000 főkről beszélünk, hanem Marikáikat megtanítottuk egy bizonyos fajta kommunikációra. Ezt a kommunikációt egy bizonyos szobában, ugye az interneten elmondják embereknek, folyamatosan beszélgetnek megoldásokról. 14 ember hozadékából Marika megcsinál egy több mint 500 000 forint értékű mexikói nyaralást. Nem tudom, értitek, 14 ember hozadékából. Tehát ez egy prémium kategóriás, prémium minden téren fajta munka. Csak azért mutatom, hogy egy olyan ember, látjátok, Marika, nem egy celeb, nem egy orvos, nem egy, tehát nincs is szó gyógyításról, tehát ennek képzeljétek, nem is azt akarok sugallani. Itt megoldásokról van szó, ami több részből áll, most nem részletezzük, mert ugye a csütörtöki tréningeken szoktuk ezt részletesen kibontani, de most egy pici szeletet láthattatok abból, hogy egy, mondhatom, hogy egy egyszerű drága lény, aki bevallotta a korát, én is tudtam egyébként, most én is nem mertem sosem megkérdezni, de most már tudjuk, hogy 36 múlt, és hogyha ebből lesz változás, hogy is szólni fog. De tehát itt a ékes bizonyíték arra, hogyha valaki akar valamit, akkor azt el tudja érni, és nem a full gazdagságból indult Marika, hanem egyszerűen a konyhájából. De hogy a mi feladatunk most, hogy fölkeltsük az érdeklődést felétek. Itt van egy olyan úriember, akiről már volt szó, ugye Attila bölcsész doktor, tehát nem orvos, bölcsész, ha jól tudom, soha nem írja ki a nevét, mert nagyon-nagyon szerény, tehát mindig csak Neipart Attila, a DR-t valahogy lefejti. Ezt nem kell lesz szégyen szerintem, ez egy jó dolog, meg küzdöttél ezért. De ő épp ezt használja fel tulajdonképpen a kommunikációjában. Ő személy tréner egyébként, ő szabadidejében néha kamionozik, mert szereti a nagy autókat, ő igazi életművész, volt már, amikor elvesztett 100 000 000-t, aztán visszanyerte, volt, amikor full extrás mercivel járt, aztán utána egy Jaguarral jelent meg nálunk, akkor volt, amikor szó szerint földön futó, utána megint. Tehát Attila igazán tudja a teremtés művészetét, és én sokszor meséltem neki a mi programunkról. Egyetlen egy ember volt, akit én úgymond megkerestem, hogy valahogy így, nem tudom, találkoztunk az interneten, akinek ajánlottam a mi programunkat, tehát nem ő keresett meg. És az Attila mindig elhajtott engem. Körülbelül úgy elhajtott, ahogy én elhajtottam a Miklóst annak idején, körülbelül egy év. Mondtam is, hogy hát ez kár volt, mert ez egy másolós üzlet, aztán biztos visszakapom. Hát visszakaptam, látjátok rendesen. Viszont történt egy áttörés, és hát most az van, hogy én próbálom Attilát eltanácsolni, hogy menjen már inkább más csináljon, de nem megy. Ez állandóan föl van a neten, nyomja a dolgokat, aztán hoz embereket, csinálja a dolgokat, és működik. Na, akkor ezt a sztorit kérjük szépen. Attila, hogy érzed itt magad? Nálunk érdemes volt ezt egyáltalán elkezdeni, vagy te elmesélni? Sziasztok, sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Igen, ez egy hatalmas nagy hullámvasút volt, ez az elmúlt nem tudom hány év. Abból, igen, én szerintem látszik rajtam, én annyira jól érzem magam köztetek, hogy ezt el nem tudom mondani, és nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire hálás vagyok, hogy kitartottál, meg kitartottatok mellettem. Mert azt kell tudni rólam, hogy én mindig is kerestem az utakat, hogy hogyan lehetne könnyebben élni, jobban élni, meg olyan utakat találni, ahol nem a hétköznapi fizikai munka, beleszakadós munka a lényeg, hanem mert láttam azt, hogy mi egy ilyen dolgozós családból jöttünk. Tehát én paprikát kapáltam meg, ástam, apám kömüvesként dolgozott, építkezésen dolgozott. Én nagyon nehezen kerestem a pénzemet nagyon sokáig ilyen diák munkákkal is. És akkor ezen gondolkoztam egyfolytában, amikor toltam azt a rohadt talicskát, hogy lehetne könnyebben pénzt keresni. És akkor a dédapám azt mondta, nagyon jó fej volt, Tóbiás Tata, azt mondta, édesfiam, az eszedet használjad, mert azzal sokkal könnyebb lesz pénzt keresni. Mert aki sokat dolgozik, az nem ér rá pénzt találni, az csak dolgozik. Aztán ez beégett a fejembe,
És ebből lett az, hogy így elindultam, és tényleg úgy jöttek a kisebb üzletek, már gimnázium alatt is üzleteltem, mindig volt pénzem, és ebből lett is egy ekkora nagy egóm. Hú, ha én vagyok az ügyes üzletember, meg így csinálom a dolgokat. Na mindegy, ennek aztán meg lett az eredménye az, hogy oké, én még mindig ilyen defektes vagyok, meg ilyen magányos farkas, akkor próbáljak meg, hogy lehetne, mi az, amivel sok pénzt lehetne keresni. 90-es évek eleje, trénerni, legyél tréner, mert az nagyon sok pénzt hoz. Én nem tudom, mi az a tréner egyébként, meg én utálok emberekkel beszélni, de én ezt kitanulom, és képzeljétek, amikor az első tréninget tartottam, úristen, levert a víz, folyt az öltönybe mindenfelé a víz, és megőrült, vezérigazgatók, meg osztályvezetők, meg mindenek voltak ott a tréning. Jézus Isten Mária, mondom, itt aztán én meg fogok sülni a pokoltüzén. De jól sikerült. Mindegy, ego, nagy Mercedes, nagy öltöny, boss öltöny, minden. És képzeljétek el, hogy valami történt, mert a jó Isten látta szerintem, hogy ez a csávó, ez nagyon rossz irányba, az ördög felé tart, és akkor egyszer csak ilyen nagyot fejemre koppintott, mielőtt egy picit, csomószor már pici jelzés volt, és mindent elvett, úgy képzeljétek el. Mindent elvett a hatalmas nagy dolgokból. Ott álltam, hogy a négy kiflit nem bírtam megvenni a Tesco-ba, mert annyira volt csak pénz, hogy kettőt fizessek ki. Na mindegy, és akkor voltak, nem akarom hosszúra történetet. A lényeg az, hogy mindig is foglalkoztatott, hogy az MLM-mel kéne foglalkozni. Azért, mert a network marketing, az MLM a világ legjobb üzlete, ezt mondja minden olyan befektető, üzleti tanácsadó, Donald Trump, Kiyosaki, hogy ez a legjobb üzlet, de én nekem úgy képzeljétek, egy fikarci sikerem nem volt. Kisebb sikereket értem el, de én átütő dolgot soha nem tudtam elérni a network üzletekbe, és olyan irigy voltam azokra, akiknek ez ment, hogy úgy keresnek pénzt, hogy nyaralgatnak közbe, ide mennek, oda mennek, Miklós nagyon figyelog, mert Miklós is össze-vissza utazott egész nyáron. Én nekem meg mindig csinálnom kellett. Ha nem tartottam tréninget, nem volt pénzem. De becsatlakoztam én A-tól Z-ig az ABC összes betűjű MLM cégébe, és én olyan lelkisérült lettem ettől az MLM-es történettől, meg úristen, mondom, ezt nem hiszem el. Ott feszített a dolog, hogy tudom, hogy jó, és nekem mégsem megy. Az Isten áldja meg, mondom, nem hiszem el. És akkor Willire rátaláltam így az interneten, hogy mondja ezt az online marketing, hát mondom, még ennek addig kéne egy esélyt. És akkor így jöttünk, én ráírtam egy, illetve csináltam egy videót Willinek, hogy hogyan mentette meg Nisztor Vilmos az életemet a román éjszakában, mert éppen nézve autókáztam mindenfelé, és akkor rohadt álmos voltam, és elmondom, akkor hallgassuk meg ezt a narancsága pólus csávót, mit mond. De akkor még mindig az volt, az egóm volt a fő, hogy majd oké, akkor kezdjünk el dolgozni, de majd én megmondom, hogy hogyan. Igaz, Vili? Így volt? Te mondtad volna, hogy ezt ne, ez vált, jó, ne, mondd már meg nekem, érted, én tudom én majd azt, hogy kell. Na, tíz képzelhetitek, mennyi eredménye lett? Hát semmi. Hogy szoktad magad, Miklós, hogy így zéro? Vagy így zéro lett az eredménye. Akkor megint összetörtem, mondom, akkor ez a rohadt online sem működik nekem. És nem adtam föl, mert mindig jött valami lökés. Vili mindig csöpögtetett valami kicsit. Hát jó, figyelj, most itt vagyok, ez van, ennyi, annyi. Aztán azt a tréninges történetet abba hagytam, mert már herótom lett az emberektől, mert annyit dolgoztam, hogy kiégtem. És akkor mit kéne csinálni? Elmentem kamionozni. Mondom, utazni szeretek, ezeket a nagy autókat szeretem, elmegyek kamionozni. És úgy képzeljétek, Vili megint küldött, én nem tudom, te mennyit keresel, nem akarok turkálni a zsebedbe, nekem most ennyi volt a csekk. Á, mondom, öcsi sajt, ez még nagyon, nagyon lájtos lesz, ennél jóval többet keres. Egyszer csak hupp, jött egy csekk, várjál már, ez majdnem duplája annak, amit én keresek, pedig én se keresek rosszul. Én mondom, akkor ott kezdtem el vakarózni, hogy akkor most mit kéne csinálni. Be is csatlakoztam az üzletbe, de hát megint az okos tojás mit csinál? Elkezdi a saját feje után. Nem úgy csináltam a programot, ahogy kellett volna. És mi lett az eredménye? Zéro. Hát mondom, ezt nem hiszem el. Utána megint mentem tovább, csinálgattam még ezt a kamiont, és képzeljétek el, jött a krízishelyzet, mert mindig a krízishelyzetről beszélünk. Ott vagyok, Londonban voltam. Be tudtam menni kirándulni, képeket raktam föl, jaj, de jó, ilyen happy vagyok, hú, de jó, minden, ezt nem is, erre vágtam mindig. Utána visszamegyek a kamionba,
És fölhívom a kisfiamat, hogy figyelj már, akkor láttad, apa volt Londonban, és nem sokára megyek haza, és ott sír a telefonban. Apa, én nem akarom, hogy te ennyi pénzt keressél, ha sokkal kevesebb, mindjárt elsírom magam. Én, hogyha sokkal kevesebb pénzt keresel, és itthon leszel, nekem az úgy jó. Inkább ne menjünk sehova, inkább úgy képzeljétek el, hogy leraktam a telefont, és ráborultam a kormányra, és sírtam. És nekem ez volt a fordulópont, amikor azt mondtam, hogy és most is kiráz a hideg, libabőrös vagyok, mert egyszerűen annyira katartikus pillanat volt, hogy ott a pénz. Tehát a pénzen nem volt gond, mert annyi volt, hogy bőven elég volt mindenre. Ott volt, hogy működött az élet. De mi történt? Pont azokkal nem voltam, akiket szeretek, akikért csináltam. És azt mondtam, hogy neki állj, meg kell álljon ez a dolog, itt így nem mehet tovább. Akkor beszéltünk Willivel, még fölhívtam, hogy akkor mondd el nekem, hogy ebből hogy lesz pénz, mert én most all in megyek. Engem nem érdekel, mit kell csinálni. Azt mondjátok, ezt kell csinálni, ezt fogom csinálni. Nem okoskodok, nem próbálom kitalálni, amit... És úgy képzeljétek el, hogy elkezdett működni. És Marikára szeretnék most itt visszautalni. Marika, nekem megtiszteltetés, hogy te interjút csinált, vagy együtt csináltuk ezt az interjút, mert az egy dolog, hogy én másban mit értem el, te ebben az üzletben már a csúcson voltál gyakorlatilag. Én mondhattam volna, hogy kezdőként velem szóba állsz. Tehát én ezt megfordíthatom, és ez ugyanúgy nagy megtiszteltetés volt számomra. És ezt képzeljétek el, akkor még ezekre a meetingekre, amit most a Vili is mondott, hogy csütörtökön meg hétfőn, nem lehetett még mindig, besunnyogtam csak. És rájöttem arra, hogy itt egy más dologról szól a történet. Itt olyan emberek vannak, akik szívvel, lélekkel itt vannak. Egy olyan közösséget találtam, kb. 50 új barátom lett az elmúlt 3 hónapban, akik most tényleg nem ez a, jaj, Facebookon bejelöltük egymást, mert valami. Nem, találkozunk most már, többször találkoztunk, és tényleg olyan, mintha 1000 éve ismernénk egymást. Most bólogassatok, ha így van, vagy nem rázátok, ha nem így van. És ez áttört mindent nálam. Azt mondtam, hogy oké, kitartó leszek. Ja, és akkor kaptam azért még a Jóistentől egy ilyen jó kis erős, úgy kezdődő problémát, hogy reggel fölkelek a kamionba, és így áll a nyakam. És akkor így elég nehéz vezetni, tudjátok, meg rakodni. Másnap reggel fölkeltem, az összes izületem így beállt. Azt mondtad, Attila, nincs bajod, te egészséges vagy, mert ezt harsogtam Billinek mindig. Nincs egy szép bajom, mert akkor én hogy beszéljek majd ezekről. Tessék, Attila, nem bírták kiszállni a kamionból. És, amit most el kell mondjak, és itt a varázslat is, itt ez a két jóképű fiatalember, aki meg tudja erősíteni. A budapesti központba bementem egyik hétfőn, Millivel. Ez a reggeli meeting. Utána elkezdtem használni a programot, és sose felejtem el, mentünk kínai kaját venni, és Mikia így nézi, hogy ez hova lett ez a csávó. Én mondom, várja, Miki, én csak ilyen bicebóca módon tudok menni. És másnap reggel már mentünk úszni, másnap délután mentünk be Szentendrére túrázni, kirándulni, és párom is így nézett, hogy ember, te veled mi történt? Azt mondja, mikor elment, olyan voltál, mint egy harci rokkant, most meg úgy mész megint a lépcsőn, mint aki rendben van. Mondom, ezt tudja a program ezek szerint, mert én, ha ezt nem tapasztalom meg, és ezért hálás vagyok nektek, hálás vagyok a Jóistennek, hogy megadta ezt a fájdalmat, mert ha ez nincs, én nem hiszek ennyire a történetben. És utána most már 100 000 ilyen történet van, és én azt mondom, hogy ha én rá tudtam állni erre az ösvényre, mindenki rá tud. Én olyan fafejű, magányos farkas, nem tudom mi voltam, most meg imádok veletek lenni. Imádom megosztani az emberekkel ezt az információt, mert annyira sok baj van a világban. És tényleg működik. Olyan ember írt rám, képzeljétek el, akiről életemben nem gondoltam, hogy ő a régi életemből. Befektetési bankár a hölgy, és rám ír, hogy valamit ti nagyon tudtok, mert egyszerűen nézem a videóitokat, és mondjátok már, hogy akkor most mit kell itt csinálni. És akkor itt a visszaigazolás, hogy
igenis ezt csinálni kell. Bocsi, befejeztem. Hát igen, ez történik, amikor a programunkat használják, ugyanis a rezgés elég rendesen fölemelődik. Nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy milyen energiaszintben vannak az emberek. 3-4, hogyha 100-as skálát kell, 3-4-esben vannak. Itt nálunk 70-80-asban vagyunk. Ezt csak érdekességképpen mondom. Igazi jó barátság alakult ki a csoportba. Most még ameddig lehet, ezt az offline dolgot is kihasználjuk, ugye most hétvégén is találkozunk. És pénteken is már egy ilyen nagyon kedves programon veszünk részt, egy sauna szeánszon, és ugye ide is lehet jönni, hogyha valaki akar, ezt nem promótáltuk, majd mindjárt Miklós erről mond egy pár szót, de a lényeg az, hogy mi nem hagytuk abba azt, a kis külön világot, amiben mi élünk, és én alig várom, holnap Attila jön hozzánk, illetve ma csütörtök van, akkor ma jössz hozzánk. Ma jössz hozzánk, a vendégszoba készen van, kérek szépen, és este még azért lesz nálunk egy jacuzzi party, ezt még azt nem mondtam neked, aztán utána megyünk fel a Mikiékhez, vagy Miklósékhoz, ott a sauna szeánsz. Mi házatépítők az összetartunk, van egy másik házatépítő barátunk, Bilbo Kárpi, aki szintén gyémánt egy másik üzletbe. Ő hozzá is megyünk egy ilyen hát te beszéltem az Árpival, nem is tudod, a Miklós, és a kis birodalmából fölhívtuk egymást, és beszélgettünk, és mondom, Árpi, emlékszem még, hogy hogy indultunk, és milyen nehéz volt, és most ő neki is a hobbiát éli, hogy bort csinál, sajtokat csinál, akkor motorcsónakázik, íjászkodik, kungfúra jár, a gyönyörű feleségével táncolnak. Tehát itt olyan életformát élnek az emberek, amiről sokan csak álmodoznak. Úgyhogy hát én most így végig haladtunk, így a négy kockát hallhattátok, és akkor visszatértünk Miklóshoz. Azért szoktuk ezt a meetinget így csinálni, mert ilyenkorra már Miklós mindig így fölgyülemlenek a mondani valók. És akkor drága barátom, mit szólsz ez a mai tréninghez? Ez egy meglepetés volt számomra, mert te se tudtad, hogy így fog történni, hogy zárd le te ezt a mai meetinget, és promózd légy az estit. Átadom a szót. Köszönöm szépen. Igen. Ezt szerettem a Viliben, hogy mindig tud, és mindig hoz meglepetéseket. De így szép az élet, tehát aki azt szereti, hogy minden sablonos, és minden megvan neki mondva, hogy mikor, mit, hogyan kell csinálni, számára ez egy ingoványos terület lehet. De hogyha elkezdi a szabad életet élni, aminek a részeiről már hallottatok is, mert még mondok én is egy-két dolgot hozzá, mert tudjátok, amikor az embernek a lelke mosolyog, akkor nem bírja magában tartani a jó dolgokat, és nagyon-nagyon-nagy örömmel tölt el, hogy találkozunk már holnap is, nem csak szombaton, amikor sokan össze fogunk jönni, 100-200-an. És mindig a Vilinek vannak olyan kreatív ötletei, hogy most kezdjük az egészet. És ez nekem annyira tetszik, hiszen ő már 10 éve csinálja ezt a szakmát, lehet mondani, hogy csinyát, bínyát ismeri ezeknek a network marketing iparágnak, de soha nem dől hátra, hogy azt mondja, hogy na gyerekek, akkor dolgozzatok, én meg majd élvezem a hasznát. Ez azt gondolom, hogy mindannyiunkra jellemző, hogy mindannyian megfogjuk a munkának a végét, ami nem is annyira nehéz, valljuk be. Mert most, hogy ezt a kemény munkát itt megcsináltuk, ugye elmondtuk a tapasztalatainkat, ahogy letesszük ezt a videót, én is az Árpi barátommal megyünk a kőhegyre, megyünk gombászni. Nem tudom, hogy szerettek-e gombászni, szerettek-e erdőt járni, és lehet, hogy be fogunk jelentkezni onnan a kőhegyről, mert hogyha az inspiráció által, ami az erdőben van, és ezt nagyon-nagyon tudom, tudjuk javasolni számotok, hogy a természetben minél többet tartózkodjatok, hiszen egy olyan energiával töltődik fel az ember, ami nem a racionális gondolkodás, meg a lineális következménye, mert az a baj, hogy az emberiség ma már agyal, nagyon sokat agyal, nem hallgat a szívére, nem hallgat a lelkére, nem hallgat az inspirációkra, és hogyan tudsz te másként élni holnap, hogyha ma mindent ugyanúgy csinálsz, mint tegnap? Tehát ezeknek a mai beszélgetésünknek és a beszélgetéseinknek, az összes beszélgetésünknek az a lényege, hogy kimozdítsunk minden olyan embert az aktuális állapotából,
aki hajlandó kezébe venni a saját sorsának az irányítását. Miért? Azért, hogy szabad ember legyen. Ez a szabadság, ez nem kötelez semmire sem. Ez nem tudom, hogy jó híre számodra, kedves néző, aki most nézed, hogyha megosztátok ezt a videót, ezt a beszélgetést, akkor akár a későbbiekben is fogja tudni nézni. Itt nincs semmi muszáj, tehát mindenki úgy él, ahogy ő neki jó esik. Az Attila elmondta, hogy én sokat utaztam idén nyáron is. Igen, mert én úgy döntöttem, én olyan neveltetést kaptam a családomban, hol, hogy egy dolgot az embertől soha nem lehet elvenni, az élményeket. És én élménygyűjtő vagyok, és ezt a családommal, gyerekeimmel, barátaimmal különböző módon tudjuk megélni. És hála az Istennek, van egy olyan program, amire én három évvel ezelőtt találtam rá, és köszönöm szépen, nagyon jól működik, megtaláltam a megoldást, és itt mi mindannyian megtaláltuk a megoldást, és már nagyon sokan vagyunk, ezt szokták mondani, hogy nem elegen. Mert az nem elég, hogy mi jó érezzük magunkat a bőrünkben, az kérkedés lenne, hogyha ezért jönnénk a kamera elé, mert láttok már biztos sok milliómos és milliárdos embert, akiről nem is hallatok, csak néha írnak a újságokban, hogy most ezt a jaktot vette, itt ez a repülővel ide ment, stb. Mi nem ez a kategória vagyunk. Mi azt az életformát szeretnénk mindenkinek átadni, mert ez nem pénz kérdése, nem is körülmény kérdése, nem is ország kérdése, hogy most az én országom nem is uniós, hanem mit tudom én, szegény ország, bárki. A 21. században ma ezt bárki meg tudja csinálni. Nem hiszed el, kedves néző? Akkor mit szoktak mondani? Puding próbálja az evés. Ja, hogy a Vilinek is ez egy évig tartott? Attól én nem éreztem rosszabbul magamat. Vili most elmondta, hogy milyen jó lett volna, hogyha az az egy évet nem arra tölti, hogy kétkedik, és tapos abba a nehézségben, a nehéz életformában, amiben van, hanem esetleg kipróbálta volna. Mert mi nem azt mondjuk, hogy dobjál csapot-papot hátra, és akkor hagyjál csapot-papot hátra, és akkor csinálj egy új életet. Ezt hívják all in-nek. Az Attila ezt csinálja. Én is ezt csináltam. A Vili is ezt csinálta, amikor már úgy döntött. De ez csak a nagyon bátraknak van. És ugye a Marika is ezt csinálta, mert amikor az ember azt mondják, hogy van még 3 hónapot hátra, azt szerintetek all-in, vagy nem all-in, vagy úgy, mi lenne akkor, ha én mégis egy picit kipróbálnék valamit? Emberek, amikor a sors azt mondja, hogy vége, akkor az ember azt mondja, hogy hoppá, akkor már nem is annyira fontos az a munkáim, ahol vagyok. Akkor már átértékelem nagyon gyorsan. Tudjátok, amikor az ember halálközeli állapotba kerül, azt szokták mondani, hogy lepörög egy perc alatt, fél perc alatt, az egész élete. El tudjátok ezt képzelni? Na most ilyen katartikus élményeken keresztül kerültünk sokan kapcsolatba ezzel a lehetőséggel. De pontosan azért mondjuk ezt el, hogy ne kelljen mindenkinek a saját bőrén ilyen kemény feltételek mellett, hogy nincs mit enni, és akkor megtalál bennünket. Az élete az ott van a koporsó előtt 2 lépéssel, és megtalál bennünket, vagy nincsenek barátai, nincsenek kapcsolatai, boldogságot már 10 éve nem tapasztalt. Valaki magára ismer esetleg ezek a feltételek közül, valamelyik ott kopognál az ajtón? Hát ha igen, akkor nincs más tennivalója, mint az, hogy bármelyikünkre ráír, vagy arra, aki ezt a videót megossza, hogy ember, mondjál már valamit, mert éhezem. Jó, és akkor ez a csütörtök este 8 óra, ez erről szól, hogy mindenki szeretettel várunk, és néha ki szoktunk menni a nyilvánosság elé, még a ma estét nem tudjuk, de majd addigra ki fog derülni, hogy nyilvánosan leszünk-e, vagy csak így abban a körben, hogy akik ránk írnak, és velük együtt beszélgetünk egy nagyon jót. De minden esetre én köszönöm ezt a mai napot mindenkinek, akik most itt voltunk 4-en, és azoknak is a nézőknek, akik itt voltak velünk, és nagyon hálásak vagyunk, hogyha egy picike értéket is tudtunk adni, adhattunk, mert én mindentől függetlenül, ha ezt a videót letesszük, elmegyek gombászni a kőhegyre az Árpival, és holnap folytatjuk, mert a szabad életnek nem csak a munka része, hanem az élvezetek is. Köszönöm szépen, találkozunk minél előbb bármelyik ötökkel. Köszönöm.
Köszi szép, hogy itt voltatok, sziasztok, az erő legyen veletek, és mi hamarabb találkozunk, vagy ma este, vagy szombaton a szeminárium. Sziasztok. Sziasztok, szép napot! Sziasztok, sziasztok, szép napot!